Minden labdarúgás kedvelő polgár emlékszik arra, hogy a tavalyi évben a Spartacus férfi labdarúgó csapat az elért negyedik helyezésének köszönhetően a bajnokságban Európa Liga selejtező mérkőzéseket játszott, a női csapat pedig már 10 éve zsinórban országos bajnok, és a stadion állapotának köszönhetően sajnos nem tudták hazai pályán lejátszani ezeket a rangadó mérkőzéseket, így Újvidéken, illetve Belgrádba kellett, hogy vendégül lássák ellenfeleiket, amely stadion eleget tettek az európai előírásoknak, illetve ezeknek a rangadóknak a lebonyolítására. Ezért most nagyon fontos, hogy elkészült ez a főterv, mert innentől kezdve a felújítások után lehetőség lesz európai mérkőzések lejátszására a városi stadionon, illetve az atlétikai klubnak is lehetősége lesz majd versenyeknek, európai szintű bajnokságok, illetve versenyeknek a lebonyolítására. Na most a terv alapján az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA osztályozása alapján egy 4-es kategóriai stadion épül majd fel, a lelátók fedettek lesznek, és több mint 8800 férőhelyes lesz, 8500 férőhely lesz a látogatók részére, nagyjából 200 férőhely lesz az újságírók számára, illetve 104 VIP ülőhely is lesz a lelátókon. Az épület új öltözőkkel, tárolóhelységekkel, irodákkal gazdagodni, lesz fitnessterem, edzőterem és komerciális jellegű létesítmények is belekerülnek a tervezetbe, illetve a sportolók számára egy kis hotel is ki fog épülni. Tehát minden előírásnak meg fognak ezek az objektumok felelni, és az nagyon vigasztaló, hogy nem csak a focistáknak lesz jó. Ezek a kísérő objektumok, ezek ugyancsak előírásai az UEFA-nak, illetve az európai követelményeknek megfelelő, tehát hogy helyben legyenek tulajdonképpen a verseny egész ideje alatt a versenyzők, illetve a focisták, és lesznek-e segédpályák, ahol mondjuk edzeni tudnak a mérkőzések előtt? Igen, ezek a segédobjektumok is az UEFA-nak a követelményei, a segédpályák azok nem lesznek felújítva, azok jelenleg is léteznek ugye a városi stadionon, azokat mi tartjuk karban, folyamatosan újítjuk a gyepszőnyeget ezeken a pályákon, terveink szerint reflektorok is ki fognak épülni a műfüves pályán. Mert hogy a nagy stadionnak a világítása az most újult meg nemrégen. Igen, nemrégiben újult meg a nagy stadionnak a világítása, új reflektorokat kapott a városi stadion, ami szintén nagyon fontos volt, hogy esti mérkőzéseket tudjanak a labdarúgó csapatok játszani a városi stadionon. Készen áll a csapat remélhetőleg, a Spartacus is készen áll, az objektum is nem sokára. Mire számíthatnak a sportkedvelők, mikor lehet majd birtokba venni, illetve kitől, mitől függ, mikor lehet majd birtokba venni ezeket az új objektumokat? Jelenleg az építkezési engedélyek beszerzése van folyamatban, tervek szerint a jövő év elején indulhat meg a felújítás, és nagyjából 20 hónapot fog igénybe venni. És a városi stadion újjáépítése az nyilván egy nagyobb falat. Ahhoz hogyan tudtak eszközöket csoportosítani? Így van, a városi stadion felújítására pénzeszközöket teljes mértékben a köztársasági kormány fogja biztosítani.